Együtt Székelyudvarhelyért. Udvarhelyt nem lehet nem szeretni, ez a mi városunk. Itt nőttem fel, a várossal lüktetett a szívem, és a várossal növök én is, vagy legalábbis gyarapodok az értelmem és az élményeim szerint. Udvarhelyből egy olyan város kell kialakítani, ahol az emberek szívesen élnek, szívesen laknak, belakják a tereket, olyan város kell, ahol a forgalom megfelelően folyik az utakon, ahol a parkok zöldek, ahol az emberek tényleg egymásra mosolyognak, és nem megosztottság van. De hát mindenek előtt én gondolom, hogy a legfőbb feladat egy önkormányzatnak, hogy rendbe tegye az infrastruktúrát. Nem látszat megoldásokat kell keresni, a fenntartató fejlődést kell szem előtt tartani, a hosszú távú fejlesztést. Arra gondolok, hogy nem elég, hogy leaszfaltozunk egy utat, hisz hogyha alatta olyan a vízvezetékrendszer, mint a szita, vagy össze van kötve az esővízrendszer, a szennyvízrendszerrel, akkor csak a munkánk olyan, mint amikor egy megrodgyant háznak a vakolatát cseréljük, csak ki és újra meszeljük. A városban vannak gondok, ezek biztos, hogy sok pénzzel fognak járni azok a munkák, amelyeket el kell végezni, de itt van az Európai Uniós pénzforrás, ami egy nagy lehetőség. 2013-ig Marshall terv nagyságú programokra számíthatunk, ezeket használni kell, a városba pénzt kell hozni. Azért, hogy az emberek zsebét kíméljük. A fejlesztéseket, hogyha el lehet végezni központi pénzből, vagy európai pénzforrásból, akkor ennek most van az ideje, és meg kell tenni. Egy olyan fontos pozícióban, mint az öné, de székelyudvarhelyi városlakóként is hogyan látja Székelyudvarhelyen, melyek a legalapvetőbb problémák? Én elmondtam, hogy kezdve az út viszonytól, a forgalmi viszonyoktól, az út alatt lévő vízvezetékrendszertől, a kanális rendszertől kezdve nagyon sok olyan gond van, amin vagy azonnal és könnyen lehet segíteni, vagy pedig amihez hosszabb idő kell. De ezeket a dolgokat mind-mind lehet rendezni, és neki kell fogni idejébe. Van, amelyik több munkát, több időt igényel, és van olyan jellegű módosítás, olyan jellegű munka, amit azonnal el lehet végezni. Például a forgalomnak nem muszáj ennek lennie udvarhelyen. A zöldövezeteket ki lehet másképp is alakítani. Több zöldövezet, lehet, hogy kevesebb parkírozóhely. Ugyanakkor a fiataloknak miért ne lehetne kialakítani a tereken, hogy lakjuk be a tereket, mint az ókori rómaiak, wireless internet kapcsolatot, olyat, amihez nem kell rót, és jól érezzék magukat. Miért ne lehetne sportpályákat a negyedekbe? Miért ne lehetne ott kosarazni? Miért ne lehetne úszodát? Miért ne lehetne, és ez van lehetőség, én látom ezt, ugyanúgy sport létesítményt építeni, hisz egyik-másik iskolának nagyon el kell. Úgy látjuk, és a médiában is ezt közzétették, hogy nagyon sok mindent lehet változtatni, lehet építeni. Ön ezt hogy foglalná össze? Én azt mondom, hogy kell egy szakmai tudás, egy hozzáértés és egy akarás. És az, hogy minden nap foglalkozz azzal a dologgal, amivel épp foglalkoznod kell, értsél hozzá. Mert nem elég a szándék, kell egy tudás is. És hogyha ezek mind összeállnak, és van egy csapat, akivel lehet és tudsz dolgozni, akkor hatékony tudsz lenni, tudsz élni a lehetőségekkel, ilyen egyszerű. Hogyha az udvarhelyiek önnek szavaznak bizalmat, úgy érzi, hogy ezt ki is lehet vitelezni a következő 4 évben? Én abba bízom, hogyha az udvarhelyiek rám szavaznak, akkor a maximumot tudom kihozni magamból és a csapatból. Mindenképp azt szeretném, hogyha udvarhelyen visszatérne az a polgári élet, amikor az emberek jól érzik magukat, amikor az embereknek van jó munkahelyük, és a megélhetés nem egy gond. Ezt úgy lehet előidézni, hogyha megfelelő infrastruktúránk van, ha jönnek a beruházók, ha jönnek a vállalkozók, és a város fejlődik. Olyan ütemben, mértékben, ahogy az emberek szeretnék. Együtt Székelyudvarhelyért.